Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, srácok! Ebben a videóban egy kicsit olyan monotonabb munkát fogok végezni, ugyanis rengeteg téglát kell átválogatnom, mert nem sokára jönnek végre a törmelékért, most már tényleg, hál' Istennek, és szeretném a jó téglákat még kiválogatni, mert szükség van rájuk a pajtában, meg kerítésben, meg minden egyébben. Úgyhogy ez is egy olyan videó lesz, hogy rengeteg munka lesz benne, de ti azt fogjátok hinni, hogy amúgy nem. Úgyhogy essünk neki, bontsuk le itt az udvaron lévő maradékokat, rúgjuk szét a bodit például. Az egy jó kezdés. Na, miután itt szöltelenítve lett az egész szar, kiszórtam el az üveget meg a minden mocskot, ott egy budi, amit jól szét kéne verni, mert úgy kívánja. Fú, srácok, hát volt most egy időszak, amit nem nagyon videóztam, mert voltak más dolgok is, meg igazából unalmas volt az egész, mert csak téglát pakoltam nagy részt, de itt vagyok megint reggel, úgyhogy kezdek neki a dolognak. Mit csináltam eddig? Addig láttatok, hogy ki lett borítva innen ez az öltöző szekrény. Itt volt egy szép nagy téglakupac, ahogy látjátok, már nincsen. Ez itt egy körülbelül két köbméter, hanem másfél-két köbméter között volt. Azokat kell még elhordanom hátra, ezek jó téglák. Ez itt a szemét. Az a néz, itt is fogyott a cucc. Ez a kupac is szépen fogy. Ide vannak még kiszorva a jó téglák, ezt kell innen még leburítanom. És igazából jók vagyunk, meg még egy-két dolgot áttúrok itt, mert a jó tégla az kell, az egy jó dolog, hogyha van. Ide lett összerakva még egy kupac tégla. Meg ott a pajta előtt még nő egy kupac, és szépen alakul. Az ott meg az Iveco. Na most jön ez a rész, hogy ezt innen elborítjuk, mert rohadtul útban van.
Ezek még teljesen jól működő vasdarabok. Ezeket nem dobjuk el. Ugyanúgy, mint a téglákat. Ott is lett egy kupac. Még lenne mit szétszedni, de hát lehet, hogy az már benne marad, mert kezdek el fáradni. Azért még ott egy picit kaparászok. A legjobbat azonban félre raktam, találtam néhány monogrammos téglát, plusz egy ilyet, ezek majd mennek előkelő helyre a pajtába, hogyha oda kerül a sor, ezeket félre rakosgattam. Sajnos csak ennyi lett, amint tényleg szépen látszik a monogram. De ez az 1842, ez nagyon fasza, ez megy majd szépen egy, hát kitaláltam majd körülbelül hova, majd meglátjátok egy év múlva vagy kettő. Meg elraktam ezeket a vasakat is. A vas soha nem romlik meg, és mindig jó, ha van. Itt elég jó megszaporodott a téglakupac. Ezt mind kézzel hordtam ide. Ez jött még ki ma. Az is megy itt a kukába. Ami meg még itt ebben benne van, az benne is marad, mert leszarom. Összeraktam még ide ezt a kupacot, és ezt a kupacot. Tehát mondhatjuk, hogy téglából nem nagyon lesz hiányom egyelőre, bár nagy valószínűséggel el fog fogyni mind. Innen a pajtából is fog még kijönni, ugyanis ezt az oldalt el kell bontanunk, mert dől kifelé maga a fal. Nincs rendesen megrakva, nincs rendesen bekötve a lábakhoz. Itt azért dolgozni kell. Ezt a hátsó falat pedig nem tudom, hogy még elbontom-e. Nincs megsüllyedve, csak ugye nincs alapja ugyanúgy, mint a többinek, de amúgy ilyen magasságra szeretném fölfalazni, körbe mindenhol, ahol nem lesz kapu vagy ajtó a pajtán. Meg hát a szokásos 16. epizódja emlegetett tető, meg lesz előbb-utóbb. Ez egy ilyen biznisz. A házzal kapcsolatban meg ugyebár láthattuk az előző videóban ott, és ott van a probléma. Nem lesz lakóház többet nagy valószínűséggel, hanem egyszerűen megfogjuk, és az egész falat szögvassal átpántoljuk. Szögvas a falba teljesen padlóig, tehát egy kengyelt készítünk minden egyes közfalhoz, valamint minden közfalnál mind a két oldalon egy darab vassal, köracéllal szépen összepántoljuk. És ez egy igen jó alkatrész raktár lesz nekem. Meg hát nyilván itt jön be a kérdés, hogy akkor most mi van a 30 éves koromig elköltözöm projekttel? Meghiúsult vagy sem? Igen, elég sok a térugrás mostanában. Nos, nem teljesen. Ugyanis, mivel... Ne bassza, hogy lemerül a kamera. Mivel egyrészt be lesz építve a pajtának a nagy része, lesz egy szép autószerelőműhelyem, viszont fölötte lesz egy kvázi közösségi tér per stúdió per valami, amiben elfér egy ágy is, vagy kanapé. Emellett meg víz-villany van, fűtésről gondoskodom, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen nyári lakszinten fog egyelőre üzemelni a pajta, és bár ez egyelőre még messze nincsen tervben, de amennyiben erre hátrafele is beépítem a pajtának a felső részét, úgy egy egész korrekt, durván 50-60 négyzetméteres lakást tudnék kialakítani benne. Mint mondtam, vizes blokk ilyesmi nem probléma, meg lehet csinálni, természetesen kedv kérdés az egész. Úgyhogy ebben az évben addig szeretnék eljutni vele, hogy legalább a belső építménynek a falai állnak, meg legalább a műhelyben már lehet dolgozni. Úgyhogy szurkoljatok, nem lesz egyszerű. Én is nagyon azért próbálok mindent úgy csinálni, hogy erre meglegyenek az anyagi források. Nem egyszerű, mert kurva sok pénz. Bár egyébként építkezéshez képest még mindig nem sok pénz, de amúgy kurva sok pénz. És hát mostantól várhatóak egy kicsit lassabb, kicsit rövidebb videók a házszériáról, ritkábban. Ugyanis most, hogy így a takarítással most eleszvíve ez a sok törmelék meg minden, akkor így nagyjából végzek, és innentől belassulnak a folyamatok, de legalább építő jellegű dolgok fognak történni, amit már nagyon-nagyon várok. Szóval most jön a végeszöveg. Amennyiben ez a videó tetszett, iratkozz fel, lájkold ezt a videót, valamint ha szeretnél támogatni a házépítésben, meg az egyebekben, tevőlegesen is, amellett, hogy nézed ezt a videót, meg megnézed esetleg a reklámokat, meg hasonlók, meg elviseled a néha a szponzorációkat, akkor van csatlakozás gomb, PayPal és Patreon a leírásban. Nagyon szépen megköszönöm, sokat segítetek vele. Nem járnak külön kiváltságok azért, hogyha valaki beszáll. Nem azt akarom, hogy megvegyétek a tartalmat, hanem hogyha tetszik, akkor egy csoki árát dobjátok be. Ez nem sok, de sok kicsi sokra megy, meg aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli, stb.
közhely és közmondás. Nagyon szépen köszönöm annak, aki megteszi. Úgyhogy következő videóban találkozunk, már nem házas lesz, mert hát ja, innen picit belassulnak a dolgok, mint mondtam, hanem valami egyéb más témában. Sziasztok!